Az európai gazdaság és társadalom mindössze két évszázad alatt átalakult. A középkor elérte a végét, a tudomány és változó világfelfogás, a reneszánsz és a humanizmus már a hitéletet is teljes egészében megkérdőjelezte. A újkor hajnalán Európa igyekszik kiterjeszteni hatalmát minden kontinensre. A nagy fejlődésnek örvendő nyugat-európai gazdaság a 15. században már nagy mennyiségben igényelte azt, hogy az emberek nemesfémből vert pénzérmékkel fizessenek. Ugyanis a keletről érkező luxusáru cikkek fogyasztása fokozatosan nőtt, a kereskedők csak a nemes vert pénzérméket fogadták el, így gyakorlatilag a keleti kereskedők szépen fokozatosan kiszipolyozták Európából az ezüst és az aranykészleteket. A csehországi és a magyarországi nemes fénybányák kezdtek kimerülni. 1453-ban a törökök elfoglalták Konstantinápolyt, és a törökök által kivetett adók miatt a levantai kereskedelem költségei fokozatosan nőttek, ezért elkezdtek új kereskedelmi útvonalakat keresni. Fejlődött a tudományos élet, a reneszánsz és a humanizmus új világképet teremtett. A Földet elkezdték újra gömb alakúnak tekinteni, Toscanelli Firenzei csillagász által készített térképe alapján, amit 1474-ben készített. Új hajótípusok jelentek meg, jól kormányozható magas oldalfalú nagy vitorlájú hajók, amik karavellák, illetve a karakkok voltak, a tájékozódást új eszközök segítették, ilyen volt például a tájoló, és bővültek a hajózási ismereteik is az embereknek. Gyakorlatilag megteremtették az óceáni hajózás feltételeit, és a levontei és a hanzakereskedelem közötti összeköttetést igyekezték megfelelő módon létrehozni. Egyre nagyobb igény lett a hajósokra, különösen azokra, akik messzi utakat vállaltak el, így egy tengerészeti iskolát is létrehoztak, ami tengerész Henrik nevéhez köthető. Európában hatalmas népességrobbanás történt, az élelmiszer és a nyersanyag hiány fellépett és ez elkezdett éhénységhez vezetni. A portugál hajósok voltak azok, akik már a 15. században igyekeztek messzebbre merészkedni Afrika partjainál azért, hogy aranyat és fűszert szerezzenek maguknak. 1487-ben Bartolomeo díaz volt az, aki elérte Afrika legdélebbi pontját a jó reménységfokát. 1498-ban Vasco de Gama Afrika megkerülésével jutott el Indiába. Itt történt meg az, hogy a portugálok hoztak létre először Indiában kereskedelmi telepeket, illetve Kínában. A levantai kereskedelem megkerülésével hatalmas jövedelmet szereztek, és az araboktól ők szerezték meg maguknak a fűszerkereskedelem hasznát. Indiában és Kínában viszont nemesfémmel kellett továbbra is fizetniük a luxus cikkekért. Kolumbusz Kristóf, aki Genovából származott, a spanyol királynő támogatását élvezve 1492-ben ért el Amerika előterét, a Bahamas szigeteket, majd Kubába és a közép-amerikai partvidékre is eljutott. Ő eleinte abban a tévhitben volt, hogy Indiába jutott el, viszont Kolumbusz szerint ugyanis három dologra volt szükség ahhoz, hogy túléljenek egy hosszú tengeri utat, ez volt az aloe vera, a citrom, illetve a rum. Kolumbusz tévedését az is igazolja, hogy az őslakosokat indiánoknak nevezte. Amerigo Vespucci volt az, aki meggyőződött arról, hogy ez egy teljesen új kontinens, így róla nevezték el Amerikának. 1519 és 21 között Magellan tett először kísérletet arra, hogy a földet körülhajózza, és így akart Indiához egy rövidebb utat találni. A kiindulási ponthoz végül csak a legénység jutott vissza, Magellán a Fülöp-szigeteken halt meg a benszülöttek keze által. Az amerikai kontinens lakosságát indiánaknak nevezzük, akik különböző szintű kultúrákat hoztak létre az idők során, és teljesen elszigetelten éltek az európai civilizációtól. Nekik köszönhetően alakult ki az inka, a maja és az azték kultúra, amiket gyakran említik prekolumbián kultúráknak vagy civilizációknak, ami annyit tesz, hogy Kolumbusz előtti civilizáció, vagyis az ő felfedezés előtt ezek a népek háborítatlanul éltek itt. Csak egymás létezéséről tudtak, és csak egymással háborúztak. Intenzív földművelés folytatta, kukoricát, babot, paradicsomot, paprikát, burgonyát, tököt, kakaót, gyapotot, dohány, dinnyét termesztettek, ők despotikus államokat működtettek. Voltak közülük sokan, akik piramisokat építettek, a matematika, a csillagászat, az építészet náluk fejletnek számított. A maják a közép-amerikai földszigetén éltek, kultúrájuk lehanyatlott az európaiak érkezését követően. Az asztékok a 15. században hozták létre a birodalmukat Közép-Amerika nagy részén. Fővárosuk volt Tenochtitlán. Ez a despotikus aszték állam a meghódított népektől emberadót követelt, vagyis véráltozati szertartásaikhoz erőszeretettel áldoztak fel embereket, elsősorban a leigázott népektől. Az inkákra az volt jellemző, hogy az ő vezetőjüket a nap fiaként tisztelték, olyan, mintha egy istenségnek a fia lett volna. Fővárosuk Machu Picchu. A kontinens első körben spanyol hódítók, vagyis úgynevezett konkvisztádorok vették birtokba, akik kis csapatokban elfoglalták az őslakosok földjeit. Cortez mindössze 500 katonával leigázta az asztékokat, Pizarro 150 emberrel az inkákat. Azzal, hogy Amerikát felfedezték az európai népek, megkezdődött a gyarmatosítás. Hiszen rájöttek, hogy Amerika nemesfémben és megművelhető földben elképesztően gazdag, és Ázsiával ellentétben azonnal birtokba vehető volt. Ezért rengeteg bányát és ültetvényeket hoztak létre. A spanyolok közép- és dél-amerikában, a portugálok dél-amerikában, észak-amerika keleti partvidékén pedig megjelentek az angolok, illetve a holland telepesek a Szent Lőrinc folyó mentén pedig a franciák. Az indián törzsek tömeges pusztulásához az vezetett, ahogyan kegyetlenül bántak velük, illetve az Európából vitt betegségek elkezdték tizedelni őket, hiszen a szervezetük ezekkel még soha sem találkoztak. Ezért a felhalmozódott munkaerő hiányt az Afrikából elhurcolt feketékkel oldották meg. Ez a fajta rabszolga kereskedelem egészen a 19. századig tartott. Az Amerikából érkezett nagy mennyiségű aranynak és ezüstnek köszönhetően a pénz elkezdett leértékelődni, viszont jelentős demográfiai növekedést tapasztalhattak a korszakban. Az élelmiszerek iránt nőtt a kereslet, a mezőgazdasági termékek ára ezért nőtt. A pénz értékének romlásának köszönhetően árforradalom vette kezdetét, ezért a mezőgazdasági termékek ára jobban nőtt, mint az iparcikkeké. Minden szükséges élelmiszert kelet-közép-európából szerezték be, fokozták viszont a termelést mellette. Nyugat-európában viszont átálltak arra, hogy olcsó iparcikkeket állítanak elő. Rájöttek arra, hogy céhes keretek között a fogyasztói igényeket nem lehet kielégíteni, különösen, hogyha az nő. Először az iparcik hiányt kihelyezési és felvásárlási rendszerrel akarták megoldani, amikor a tőkés vállalkozó biztosítja a nyersanyagot és a munkaeszközt, és elszállítja a félkész terméket. Viszont később kialakultak a manufaktúrák, ami egy olyan tőkés üzemforma volt, ahol a pénzét befektető vállalkozó, vagyis tulajdonos biztosítja a termeléshez az anyagi eszközöket, megszervezi az eladást, és fizeti a terméket előállító bérmunkásokat. A munkafolyamatot részekre bontják fel, és nagy mennyiségben olcsó termékeket tudtak így előállítani. Az emberek elkezdték a közös földeket bekeríteni, a parasztok elveszítik a földjeiket, és bérmunkásokká válnak. A kereskedelem úgy alakult, hogy keletről fűszereket, sejmet, gabonát hoztak be Európába, amiért cserében nemes fémmel fizettek. Amerikából dohányt, kukoricát, paradicsomot, paprikát, krumpit, kakaót, vaníliát, dinnyét hoztak Európába, amiért cserébe ipari termékeket szállítottak. Afrikába alkoholt, iparcikkeket vittek a rabszolgákért cserébe. Így alakult ki a világkereskedelem. Megjelennek új kikötők Lisszabonban, Amsterdamban és Londonban is. Megjelennek a tőzsdék. A levantai kereskedelem, ahova nyersanyagot, fémet, fegyvert szállítottak oda, cserébe luxus termékeket kaptak, ez lassú hanyatlásnak indul viszont, és helyette a hanza kereskedelem forgalma lendül fel. Kialakulnak a kereskedőtársaságok, amiket a nagypolgárok hoznak létre, ilyen lesz majd 1600-ban a kelet-indiai társaság.